A technológia fejlesztési és innovációs miniszter nyitó beszédében Szerbia jövőbeni fejlődése szempontjából a legfontosabb törekvésnek nevezte a mezőgazdaság digitalizációját. Szerbia hagyományosan a mezőgazdasági termékek jelentős kiszállítója. Ez az egyedüli gazdasági ág, amely költségvetési többletet termel. Hatalmas lehetőségekkel bír terveink megvalósításában, hogy a tudásban gazdag Szerbiában tudományos alapokon gazdasági növekedést érjünk el. Nenad Popovics miniszter hozzátette, hogy 2022-ig a világpiacon az okos mezőgazdaság értéke a jelenlegi 10-ről 24 milliárd dollárra növekszik. A tartományi mezőgazdasági titkár elmondta, hogy manapság előtérbe kerül a tudásra alapozott mezőgazdasági termelés, amely kiegészül a tudományos kutatási eredmények és a digitális eszközök alkalmazásával. Mindezek együtt hatékony, termelékeny, versenyképes és végül fenntartható mezőgazdasági termelést eredményezhetnek családi gazdaságainkban. Az agrárágazatot magasabb műszaki szintre kell emelni, hogy földműveseink, de a gazdaság egésze is minél jobb eredményt érjen el, és a nemzetgazdaság növekményt produkáljon. Az okos mezőgazdaságban használatos számítógépes és mobiltelefonos alkalmazásokat és azok működését bemutató konferencián Szerbia első digitális farmjának munkatársai is beszámoltak a szántóföldön megvalósított eredményeikről. Mi 2300 hektár saját területen végeztük el a talajmintázást, és az egész területen precíziós növénytermesztést végzünk. Legkisebb területek, hát mi ugye az alapmenedzsment zónákból indulunk ki, ezek 2-3 hektáros alapterületek. Véleményem szerint olyan 10 hektár környékén már érdemes bevezetni ezt a technológiát. A mezőgazdaság digitalizációja keretében kidolgozott termelést felügyelő applikációk közül a résztvevők a Biosense intézet ingyenesen használható alkalmazásáról is tájékozódhattak. Továbbá a táblakönyv vezetéséről, meg a begyűjtött adatok tárolásáról és feldolgozásáról.